Ebben a videóban egy 0,8 karbontartalmú vasötvözet átalakulási folyamatait elemezzük. Válasszuk ki tehát a 0,8%-os ötvözet jelzővonalat. Az elemzést ismét a homogén olvadék területről, a likvidus görbe felett jelzett X pontról indítjuk. Elérve a likvidus hőmérsékletét, megrajzolhatjuk az első gonódát, amelynek egyik végpontja még mindig a 0,8%-os ötvözetjelző vonalon van, ez jelzi az olvadék összetételét. Az első megjelenő szilárd fázis minőségét az IE vonal által kijelölt koncentrációval, a gamma fázis megjelenésével tapasztaljuk. Tovább hűtve a rendszert, egyre alacsonyabb hőmérsékleteken megrajzolva gonódákat, azt tapasztaljuk, hogy mind a gamma, mind az olvadék összetétele folyamatosan karbonban dúsul, eközben a gamma mennyisége egyre inkább növekszik, míg végül elérve az IE vonal meccéspontját, az utolsó gonódán azt tapasztaljuk, hogy most a szilárd fázis minőségét jelző pont van az ötvözet jelző ponton, azaz a gamma fázisunk most már 0,8%-os, és még van egy cseppnyi olvadékfázisunk, amelynek összetételét nem ismerjük, az a BC vonalon található. Átlépve a szolidus hőmérsékletet, azaz az IE vonalat, egy homogén gamma mezőben hűl tovább a rendszer, változatlan összetétellel, azaz 0,8%-os összetétellel mindaddig, amíg el nem értük a PSK viszintes hőmérsékletét. Ez az A1-nek is nevezett hőmérséklet, az eutektoidos reakció hőmérséklete, és maga a 0,8% karbontartalom az S pontnak megfelelő összetétel. Így tehát ebben az ötvözetben tisztán fog jelentkezni az eutektoidos reakció. Ennek egyenletét pedig olyan módon írhatjuk fel, hogy a gamma S összetételű szilárd oldat szétválik, szétbomlik két másik szilárd fázisra, és pedig P összetételű alfa szilárd oldat és Fe3C lemezkék fogják alkotni. Ez a perlit. A perlites szerkezet tovább hűlve szobahőmérsékletig lényeges változáson már nem esik át, mindössze annyi történik, hogy az alfa fázisa, a perlitet alkotó egyik komponens, összetétele a P pontról Q pontra változik, azaz tovább csökken. Ez a csökkenés csak úgy valósulhat meg, ha belőle Fe3C válik ki, mivel azonban a lemezes szerkezetű perlitben minden alfa lemezke mellett egy Fe3C lemezke van, ez a cementit, a már mellette meglévő cementit lapocskák, lemezkék vastagítását fogja csak eredményezni minimális mértékben, így tehát összességében nem történik olyan változás, ami a tulajdonságokat, a szövet megjelenését módosítaná. A kialakult perlites szövetet optikai és elektronmikroszkópos felvételen figyelhetjük meg, lemezes szerkezetében tehát alfa és Fe3C lemezkék váltakoznak.